Ilyen. Biztos én néztem ki a legrosszabbul, mert engem oda is drótoztak. Kiramodok utánuk, de ezek egyből mentek fel a mátába. Küzdök velük, a szélső bácsinak kicsit bezördült a feje, ugrott egy hasast a betonra, mondom, ez az öcsém! A sikerért mindent, egyből vele foglalkoztak. Hordágy vitték el, érkezik a nővér, lefőve, mint a kávé. Már műtik. Mondom, akkor én most visszafordulnék a Mátrából. És így tekergettem kamuból, szépen fogytunk, már lélekszámra, mikor egyszer én úgy éreztem, hogy itt felejtettek. Mert én már nagyjából a hajdúböszörményi Tesco-nál járok. Szólok a nővérnek, hogy kezit csókolom, hozzak valamit a boltból, vagy mi lenne a cél? Az lenne a cél, hogy a bácsinak fölmenjen a pulzusa. Figyeljé, cica. Akkor kezdjed dobálni a rongyaidat lefelé. Megkaptam a leletet. Belekukkantottam. Kár volt. Ezek nem magyarul írnak. Azt eleve nem értem, hogy az orvos, aki nem latin, a gyógyszerésszel, aki nem latin, rólam, aki pláne, miért latinul leveleznek? És a leletbe latin, arab számok, görög betűk. Ez azért van, hogy úgy is belenézel, nehogy dögöljél meg. Majd az orvosnál kapjál infarktus, amikor van ugye ember, aki megjavít. És nézem, mondom, ezt se értem, ezt se értem, ezt se értem, ezt se értem. Eleve náluk a pozitív a rossz, a negatív a jó, hogy teljesen összezavarjanak. De ott volt utána az érték mögött egy Michelin csillag. Nekünk a csillagos ötös volt a legjobb osztályzat, én abból indultam ki, hogy akkor ez jó. Következő Michelin csillag, ez is jó. Michelin csillag, három felkiáltója. Király! Mondjuk ez volt a máj funkció. Úgyhogy én könnyedén mentem vissza a doki, mert itt van a lelet. Kinyitja azt, hogy azt a rohadt életben. Ez még egy autószerelőtől se jó mondat, nem egy orvostól. Mi a baj? Azt mondja, hát nagyjából minden. 34 szem gyógyszert kaptam én. Reggelente két ilyen marékkal van. De se tudom egyszerre venni, csak egy pohár víz. Második fogás, még egy pohár víz. Délig nem is vagyok éhes. Mintha purhabbal kifújtak volna. És régen a tabletták olyan nagyok voltak, hogy anyám ketté törte, úgy ettük meg kenyérrel. Jó, fejlődik az orvostudomány és a gyógyszerészet is, ilyen pici bogyókat adnak a vakbácsinak. És valaha benne volt egy kis üvegben, vagy egy ilyen műanyag fiolában, nagyanyám megrázta, hangról tudta, jávány, jebejtsütettekig nem kell menni. A 21. században belepréselik a tablettát egy műanyag labba, ráhúzzák az alufóliát, körültekerik 160 oldal használati utasítása, amit így dobsz ki olvasatlanul, beledugják a dobozba, és a patikus így adja ide, tessék, egy havi adag. Na mennyi van benne? 28 bizony. Látod, februárba csomagolnak minden. 28! Vagy van 2-3 pihenőnap, ezt nem lehet tudni. De ennél fogva a tabletta olyan értékes, reggel, mikor bogyózom ki, mind fehér, hát nagyon jó. Mi van rajta? Kereszt? Van már olyan? Nincs, mert az egyiket kihagyom, meghalok. A másikból kettőt veszek be, akkor is. Egy mosolygós arc. Biztos a gyereké. Kicsit jobban megnyomom, ping! Mintha kútba esett volna. Baszódjál meg! A rohadt szőnyeg minta se segít, ugye? Nem az. Jó van, szemüvegér megyek. Ezt ugye mondani kell, mert még nem vettem be a gyógyszert. Mit rölsz, majd megtudod? Hát, hármat lépsz. Reszet. Lökök a csirkének, megetetem a kutyát, lenyírom a füvet, összeseprem a falevelet, és délbe ott állok, hogy...
Nem felejtettem én el valamit. El ne itt már, hogy az öregek unatkoznak. Nem emlékeznek rá. Szemüvegért megyek. Megvan a szemüveg, gyógyszer miatt. Hozom, kinyitom. Csak a tokja. Úgy tartják, hogy a bolondok beszélnek magukban? Nem. Én bárhol, a boltban is ott állok. Na, mi faszért jöttem ide? Ne nézzél, magamnak mondom! Ott állok gatyába a szemüveg tokkal. Na, vén bolond, hol a szemüveged? Hol van? Hát, ha tudnám, hol van, nem oda mentem volna. Most vetted, már elhagytad. Nem hagytam el, csak most nem tudom, hogy hol van. De tudom, a kocsiba. Sluszkulcsért megyek. 20 perc múlva a ház előtt ülök a kocsiba, járó motorral. Azt mondja a robot azt, hogy fordulj jobbra. Kussolj el, mert azt tudom, hova indultam, mi az, hogy fordulj jobbra. Én csak a gyógyszert rejtettem el. Mi lesz még? A másik megoldás az, hogy amikor a tablettát elejted, bízva abba, hogy a kormány legalább a gravitáció irányán nem változtatott, gyorsan oda lecsapsz, míg a macska el nem játszak, mert annak ott kell lenni. Arra azért figyeljél, hogy a homlokod padló távolsága nem egyezik a homlokod konyhaasztal távolsággal. Én radiátorral is tudom, nem jó. Gyorsan, lecsapok rá! Nem így immel ám a sarkát, hanem a lába fölött, ahol megvan támasztva, teli homlokkal. Rosszabb esetben a kis tabletták már oda ki voltak készítve. Mintha megsoroztak volna a partizánok, egy hétig ott van a nyoma. De olyat szól, kiveri a biztosítékot, sötét lesz. És mi van, ha sötét van, mit csinál egy férfi? Alszik, hát. A csajok szokták, nem, hogy tiszta karika a szemem alatt. Pasztikuli, egész éjszaka nem aludtam. Miért nem aludtál? Mert horkolsz, te paraszt. Kezét csókolom. Sötét van, nem hallgatózni kell, aludni kell. Még vérnyomásra is szedek. Ére, vére, bére, cerkára, koleszterin, attól finom a hús. Mikor vérnyomást mondja a doki, mondom, hagyjad már a vérnyomásomat békén, az nem magas, kicsit magas. Az kicsit, az kell nekem, mert pont ülök, össze van nyomva, majd felállok, pont jó lesz. Nem lesz jó, de nekem jó lesz, én tudom. Nem lesz jó, mert indulatos vidéki paraszt vagy. És? És mész a kocsiddal, kicsit magas vérnyomásoddal, elévág egy sutyerák gyökér, amiből biztos, hogy kevesebb van. És még ráfékez, na akkor a kicsit magas vérnyomásod elindul fel, elszakadhat a cérna. Ilyen tényleg van. Volt egyszer francia kocsim, hát nem igen lesz még egyszer, de volt. Minden hétvégén az autószerelőnél kötöttem ki, egyszer azt mondta, hogy te ezt a forstalicskát ne hozz már ide még egyszer, jó? Éjjel álltam oda. Bedobtam a sluszkulcsot a postaládába. Légy! És szólnak, hogy Debrecenbe kell menni. Kocsi nélkül. Kölcsön kértem egy barátom autóját. 6000 köpcent is. Nem utastérrel együtt, csak a motorja. Beindítottam, azt írta ki 70 liter per óra. A fogyasztás. Mondom, akkor nyomom neki, hogy hamar hazaérjek. Ezt így kell. Elindulok ki a városból. A gödöllői dombságban 2 gyönyörű ifa versenyzett. Utolértem őket, mentünk, vagy 60-nal. Ilyenkor nem lehetsz okos, csak szépen mész. És a tükörben látom, hogy most itt nagyon nagy baj lesz, mert hátulról szinte fénysebességgel érkezik egy 18-25 év körüli bömbi, és nem fog tudni megállni. A bömbi az BMW-ből készül, úgyhogy valaki megveszi, lelakja, te átveszed, a haveroddal megmókoljátok. 2005-ös genyó, de fel van fúrva 5002-esre. Olyan akarat van benne, á, voltam nyíregyen, végig nyomni kellett a féket, mert ment magától. Szereltünk a hátára szárnyat, mert nagy gázt adol, hanyat bassza magát. Olyan erős.
5 perc alatt bárhonnan a bosnyákon vagyok vele, mint a mentő. Ez... A múltkor állok az oktogonnál, zöld a lámpa, nagy gáz, az egész Andrássy utat maga alá ránt. Kiértem a Hősök terére, a hét vezér még billegett a lóra. És most az a divat, hogy alulra szerelnek neont. Oh, de szép. Nem azért van, mert szép, hanem amikor az erdőszélén elbassza az őze, akkor még Bambi így látja, hogy egy Bambi volt, te jó Isten, de jó. És jön egy ilyen hátulról, ködlámpával járnak, de csak ködlámpával, mert köd van. És bejön mögén féktávolságon belőle, és villog, hogy tűnjek el. Ó, na ilyenkor ez a kicsit magas vérnyomás. Rossz programot indít el. Mert jön a gondolat, hogy te büdös paraszt, én most páros lábbal beleugrok a fékbe, te felkenődsz a seggedbe, kiszállok a roncsból, kicipálok, áthúzlak alatt, ötször, hatszor, a dögös, meg berúgdosom az árokat! Nem szabad. Ezt. Az úton a kesztyűt sosem szabad felvenni, nincs értelme. Úgyhogy én ott ültem, már begyógyszerezve. Szia, cica, megjöttél, villog. Te mondom, hogyha tetszik, a seggem villogjál, villog. Ezt játszottam vele. Nyugodtan begyógyszerezve, amikor végre az egyik ifa győzött, szabad az autópálya, nekem 47-es a lábam, nagy gáz, 8000-ért, megindultam. A tükörbe úgy tűnt el a Bömbi, mint a csillagok háborújában a Millennium Falcon, mikor fénysebességre kapcsol. Hogy így... Volt egy villanás is. Nem ott. Itt. A zsandárok fészket rakva a lejtő aljában fényképezgettek. Szerinted mit fényképeztek le? A Bömbist, a két ifást vagy a hőst? Na mondom, a hőst. Na gondolta a hős, visszatolatok. Vagy 3 kilométert, mert ott tudtam megállni. Azt, amilyen rossz mondat a rendőr szájából, hogy gratulálunk, László, a héten maga a leggyorsabb. És már péntek van. Mit gondol, mekkora helyszíni bírsággal fogják sújtani, hogy ön a megengedett sebességnél 120-szal ment gyorsabban? Nyomtam neki, letiltott 250-nél. Hát mondom én. 3000. És mit röhögsz? Mi, mennyit mondjak? 50 000? 3000? Alkudjál, nem tetszik. Ő is röhögött. 3000 az a hét vicce. Azt mondta anyám, kisfiam, ha vizsgán hülye vagy, akkor is beszélj, majd a tanár kiválogatja, ugye, ha van benne olyan. Tehát a kettesért is meg kell küzdeni, ne add fel. Ott ilyen. Egyszer kihúztam növényvédelemből, hogy gabona kártevők. Csak a kombány jutott eszembe. Azt meg nem mertem mondani. Küzdeni kell, küzdeni kell. És beugrott, hogy hát én tudom egy dinoszaurusz nevét. Latinul. Akkor a... Kezdhetem? Mit gondol, mire várok? Jó, akkor kezdem. Ez az eleje. Hogy? Nagyon nyomorult érzés, hogy tudod, hogy nagyon nagy baromságot fogsz mondani, de küzdeni kell. Anya mondta, hát akkor... A gabona kártevők közül kiemelném azt az egyet, ugye? Kiemelném a bronhitis velociraptor tyrannosaurus rexet. Eltört a kezében a toll. Néztük egymást, mint Noé meg a harmadik tere, hogy... Ő szólalt meg, ugye nekem már nem volt több mondani való. Az igen. Tudja, hogy amit most említ, az már kihalt? De jó. Nem kell ellene permetezni. Kettesért mentem, nem lett meg, de...
Állattenyésztésből, ha már itt járunk, úgy vizsgázhattunk, bejöttél, jó napot, húzzon egy kártyát. Nem kéne, hát holnapotak bejöttél. Mindjárt volt. Elvetted, megfordítva rajta volt egy tenyészállat lába. Ha tudtad, mi az a tenyészállat, akkor vizsgázhattál. Ja, ez a gólya! Nagyon megvetően így megfogta az indexemet, és így az ajtó irányába. Jól van, értem a célzást. Kilépek az ajtón, csukom be, ezt hallom. Várjon, hogy hívják magát? Hát mondom, ismerjen fel, tanár úr. Ötös kaptam, most tapsolják, ötös kaptam. Küzdeni kell. Úgyhogy mikor a rendőr föltöttött a kérdés, és mondtam, 3000 erre, így reagált. Ez a hét vicce. Na mondom, ez az a pillanat, amiről anyám beszél. Nem ez a hét vicce. Ó, de kár volt mondani. Így kikapcsolta a pisztolytáskát, hanem valami rendőr vicc, ugye? Nem! És minden viccet elfelejtettem abban a pillanatban. Gyere már, Sanyi, van itt egy okos. Ó, még jött egy rendőr, már nagyon féltem. Mi van, okoskodik? Nem, valamit akar mondani az úr. Nem, nem. Valami viccet akart mondani, de valahogy nem tud. Nem. Küzdeni kell, küzdeni kell. És utolsó lehetőséget mindig kap az ember. Beugrott egy vicc, mondom. Mi az? Piros, belemegy a szemedbe, fáj. Traktor. Nem rögtön, maradjunk ennyiben. Úgyhogy szerem a gyógyszert, és amikor lejtem, lehajolok, lefejelem az asztalt, az kiveri a biztosítékot, sötét lett, úgyhogy én a férfi parancsnak engedelmeskedve elhelyezkedtem diagonálba a konyhakövet. Arra ébredtem, a feleségem mászik át rajtam, azt mondja, mit bohóckodsz? Hát mondom, elgurult a gyógyszer. Annyit mondott, látszik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valamikor azt mondták, hogy a munka frontján harcolunk, aztán elmúlt ez az éra, jött a kapitalizmus, akkor meg azt gondoltuk, hogy jaj, most milliómos leszek, az biztos, nyitok boltot. Sokan ezt gondoltuk, indokolatlanul, köztük én is. Nyitottam üzletet, nem gondolva arra, mert nem tudtam, hogy a bevásárlás gyakran szabadidős tevékenység. Hogy nem azért jön be valaki a boltomba, hogy a pénzét ott hagyja, és én gazdag legyek, hanem mert még nem megyen a busz. Hí, ott egy bolt. Bemegyek én meg, ott jön a vevő, hozza a pénzt. És ez a két akarat nem talált egymásra. Ebből született egy jelenet, a címe Paraszt a boltban. Én leszek a paraszt, és kiváló kollégám Belus Pisti a boltos. Fogadjuk nagy szeretettel újra a színpadon. Nyitva Ivonának ki. Nyitva, de nem mindenkinek. Mert úgy tűnt, hogy jött mindenki, ugye? Nem. Lakó meg. Ide figyeljen. Kéne nekem ablakra való szíta. Szíta. Szíta? Két éve? Nem mert tudom. Mert az volt idő. Két év, meg a hosszú í. Maga ilyen tanártípus, ugye? Ilyen voltam, igen. Úgy lettem boltos. Egyből, vagy volt egy rövid egy gyógypedagógiás képzés? Szita! Hát tudja, az ablakra. Ablakra? De az ablakra minek a szita? Mert nincs rajta jószág, hát minek? Hát de valami ellen csak véd. Véd! Azért kell az ablak... Na. Nem fog rád nézni úgysem. Azért kell az ablakra szita, hogy a szúnyog ne férjen be a szobába. Hát a szúnyogháló ember. Jó. Az is jó? Az is jó. Jó van. Na, mekkora az ablak? Ezt mostan kell kérdezni? Hát akkor kellett volna, mikor ott vagyok mellette. Közepes, kétszárnyú, ha ez elég. Arra a szobára nem kell nagyobb, szerintem, mert nem fél mellé a szekrény akkor. Hát nem nagyon vagyunk előrébb. Na, mit szólna hozzá, ha adnék olyat, ami kompatibilis minden ablakon? Mit csinált a kompos Tibi? Miért kompos Tibi? Hát, akit most mondott, hogy a Billyvel az ablakra.
Ó, nem haladunk. Hagyjuk, inkább azt mondom, hogy nincs. Nincs? Nincsen. És ennyit kell kérdezősködni hozzá? Igen. Bogár ellen van-e méreg? Bogár ellen méreg? Milyen bogár? Már megint kezdi. Hát, milyen a bogár? Elől a feje, alul a lába, megy amerre lát. Hát, csak tudja. Ez a, amit a suliba tanultunk, hogy van ez a fej, tor, potrok? Nem. Tor nem lesz, csak meg akarom ölni őket. Hurkát ne töltsek belőle. De hogy néz ki ez a bogár? Hát, hogy néz ki egy bogár? Úgy, mint a többi. Mint a, a katica bogár. Csak nem az a mintája. Férfiasabb, ilyen nem pettyes, mint a lányoknál van, hanem ilyen vonalas. Csíkos? Igen. Csíkos bogár. Igen. Na, jó van, már haladunk. Hol látott maga ilyen bogarat? Én ugyan nem láttam sehol. Etelka látott tavaly kinn a krumplin. Hát ez a krumpli bogár. Nem tudom, nem mutatkozott benne. Hát most arra hiányzik, sajnos nem tudok adni. Nincs. Nincsen. És ennyit kell kérdezősködni. Nagyon nehezen jöttünk el ide. Jó Isten itt neki. Amúgy permetezőhöz ilyen csebbigyó van? Csebbigyó? Csebbigyó. Volt még, csak előbb elvitte egy paraszt, az még elérte a buszt. Az nem is az, az a szováti. És van-e permetezéshez szájkosár? Szájkosár? Tehát harap, amikor permetezik. Miért? Nem, hanem hogy a szúnyog ne férjen be a számba, amíg permetezik. Hát a szájmaszk. Nem baj. Abban van? Na végig. Több színben is van. Mondjam a színeket? Na. Na van ilyen, hogy olivazöld, paddizsánlila, égszínkék, azurkék. Mi a gond? Semmi baj, én csak próbálom elképzelni, hogy melyik illik a permetezőhöz, mert az sárga, alul kék. De az overall, amiben permetezek, az meg piros. Maga meg stylist, vagy milyen? Stylist? Éj, nem. Maga. Dehogy vagyok. Ja, nem? Nem. Hát ehhez a kombináció szerintem bármelyik szín jó. Na, akkor adjon olyan, olyan hölgyi nevű zöldet, amit mondott. Ez a Oliva? A Lívia. Na hát azt nézem, addig válogatott, hogy elvitte az a paraszt, aki a csebbigyót is, mert Manyika gyorsabb volt, mint mi. Nincsen! Nincsen. Na fene ette volna. Amúgy ilyen izék vannak? Ez nem a bogár, ugye? Nem. Ilyen izék mindig vannak, most nincsenek. Nincsenek. Keresek még én olyan csövet, amit itt és most nem látok. Hát azért, mert nincs. Nincsen. Nincs. Parabola antennához hármas elosztó, de nem olyan, ami erre most gondolok. Hát csak olyan van. Csak olyan van. Csak olyan. Ezen kívül kérek még kötöző bolhát. Kötöző bolhát. Mit akar kötözni vele? Nem mindegy az magának, nem. Hogy mit. Tudni kéne. Miért? Hát, hogy mit adjak? Kötöző bolhát. Hát nem tudom, mi az. Hát amikor van a Ignis. Igen. Megvan? Megvan. Mögötte a izé, azt húzom kifele a izébe, azt mikor megyek át a vasút izén, akkor át össze, hogy a izé leugrik róla, azt kell oda izélni a kötöző bolhával. Hát addig megvan, hogy Ignis. Akkor mit nem tudom? A többit, hogy mi ja. A izé? Hát a permetező. Ja, kötöző bolhát. Hát ezt mi itt városon úgy mondjuk, hogy gumipók. De én falun fogom használni. Hát mindegy, van belőle, hála Isten. Na végre. Van belőle 25 centis. 25? 25. Látott már maga Igniszt? Láttam. Akkor mit bohózkodik, nem éri át? Ember, gondolkozom már egy kicsit. Hát vegyem belőle többet. Ezt össze aha. Lehet kötni. 6x5 az 35. Maradt a 3, 30. Meg 2 az 40. Adjon 6-ot. 6-ot? Egy van. De nagyon nyúlik. A kordakaszóval én gondolom. Kéne még ezen felül? No. 8 méter kutyalánc. Kutyalánc, jó. Hány kilós a kutya? Ne aggódjon, el fogja bírni. Kéne tudni. Hogy hány kilós a kutya? Bezom, bezom. Van egy ilyen uniós szabály, hogy... De a Rambó nem uniós kutya, az csak... Az nem tudja, hogy unióban, az ki van kötve a körtefánál, az tugat. 8 méter lánc kell, mert ha belépek a kapun, így csattan a foga.
Ha 8 méter 50-et adna, nem lenne jó. Hát de meg lehet azt mérni. A Rambo? Meg, olyan vad lapátról etetjük ember. A gyerekek le sem merik rajzolni, annyira van. Hát még le lehet mérni. A kútyát. Na ez is hosszú. Kell hozzá 4 mérleg. 4? 4. Ez milyen hülyeség, hát kinek van 4 mérlegje? Etelkának van 2, mert olyan X-lába van, egyre nem tud ráállni, de 4. Meg lehet azt mérni. Nem lehet megmérni a Rambót, értse meg, mert akkor ugye oda a meglepetés. Hát áll ajándékban. Bizony. Névnapjára kapná a láncot. Most van Rambónap? Hát mindegy, mérje meg otthon, aztán majd legközelebb tudok adni. De akkor nem kell. Hanem még egy dolog eszembe jutott, hogy van-e magas szárú mezőgazdasági tornacipő? Már egy gumicsizma. Igen. Hanyos? 48-as. 48. Van belőle rózsaszín. Ide vele. Saját részre? Dehogy is Etelkának veszem. Etelkának 48-as lábon. Csepp az, hogy nagy lábon. 5 perc alatt betapos 2 hordó káposztát, hagyjon már helyiségbe. Nem is borogatja fel mindenféle szél, elhihetné neki. Szép példány lehet. Igen. Hát, szívem szerint odaadnám, de nem megy. Nem lehet. Egy pár van, de az sajnos félre van téve. Elmondjam, hogy miért? Hát nem. Jó volna? Lehet, hogy nem érti meg, de megpróbálom, jó? Van nálunk a polgármester, annak van a fia, a Józsika. Hétvégén ilyen farsangi bál lesz, és ő be akar öltözni Hello Kitty-nek. Hello. Milyen? Hello. Hello Kitty-nek akar. Hello. Nem tudja, mi ez a Hello Kitty? Én? Hát, egy... Cica. Cica? Cica. Azt a Józsika cica akar lenni. Igen. Ez a gumicsizmán múlik. Igen, igen. Akkor mondja meg a Józsikának, hogy jön. Igen. Hogy ne legyen ez a Hello valaki, hanem adja el nekem a gumicsizmát, ő meg farsankor, egyen egy tál bablevest, fogjon egy teniszütőt, legyen szeles Mónika. Na. Jó van akkor. Mennyire járunk már? Mennyire járt, még semmit nem vett. Nem? Nem. Nem. Akkor jó, mert pont annyi van nálam. Isten áldja, megy a busz. Krisztán. Belusz Pisti. Azt történt, a nyáron filmet forgattunk, mondhatnám, de azok forgattak, akik értenek hozzá, és mondhatnám azt is, hogy játszottam benne, de az meg a színészek kellenek. Akik szerepelnek, azok az amatőrök, én meg ott voltam, inkább így mondanám. Kicsit izgultam miatta, hogy ugye nem értek hozzá, mert én itt elhazudozgatok a színpadon, te meg elképzel. De ha ide feljön egy színész, bolondot csinál belőled. Biztosan tudom, mert úgy történt, hogy jelezték, hogy majd Jordán Adél bejön a filmben hozzám, és mond valamit. Jó. Belép, odafordulok, sír. Mondom, hé, mi a baj, Adélka, melyik paraszt bántott? Álljunk le, mi van? Laci, mit csinálsz? Hát mondom, sír a csaj. Oda nézek, vigyorog, mondom, na. Azt mondta, bármikor tudok sírni. Anyám, de jó, hogy nem ilyen lányt vettem el feleségül. Nagyon durva, tehát, hogy ők nagyon fel vannak készítve, és belerángattak minket, ugye Ádámmal játszottunk a Duma Párbaj című filmben, én aggódtam. A legdurvább az volt, az utolsó előtti este mondták meg, hogy Eszenyi Enikővel fogok játszani. Onnan nem aggódtam, rettegtem. Hát Eszenyi Enikő egy Kossuth díjas, minden díjas színésznő és rendező, de nem csak itthoni Kossuth díj, amerikai Kossuth díja is van neki. Nem tudtam aludni, és akkor megjelent itt, ahogy kell. Nagy díva, nagy kalap, nagy ruha, szemüveg, kiszállt a taxiból. Jött felém, szervusz, Eszenyi Enikő vagyok. Hát mondom, szevasz, nem ismersz, meg smároltunk gimiben. Odahajoltam, mondom, hogy jobb mellett kisebb, mint a bal. 40 percig nem tudott beszélni, úgyhogy összehaverkodtunk. Az nagy segítség, hogyha melletted van egy profi, és tényleg segít. Attól én még izgultam, és azt mondta a rendező Pacolai Béla, hogy azért annyira ne féljek, majd miattam úgy kezdjük a forgatási napokat, hogy először a kajálós jelenetekkel. Ja. Hát annál jobbat nem tudsz, mint én. Azt jelezte nekem, hogy az első forgatási napra 4:30-re jöjjek, úgy, hogy nem reggeliztem. Férfi ilyet nem csinál. Éjszaka, végig alszol. Tehát nem tudsz enni.
Jó, hogy álmunkban éjjel, meg nem halunk éhen. Én reggel felkelek, nem tudok elindulni kajálás nélkül. Azt mondtam, így lesz, de titokban én bundás kenyeret reggeliztem. Azzal meg ugye tudod mi a baj? A bundás kenyér csapatétel. Abból nem lehet kettőt csinálni. Hát hogy, marad egy kis tojás, vágsz még egy kenyeret, ó, most meg sok a kenyér, hozzá két tojás. 12 a minimum a bundás kenyérből, és aznap én 14-et reggeliztem, de hát úgy se látszik rajtam. Oda mentem, megkaptam az utasítást, hogy ülök egy étteremben, ahol mivel dagadt vagyok, éhezek, diétára vagyok fogva, csak kimegy a menedzserem, és mögöttem a kis hapsinak kihozzák a hamburgert. Na csapjak le rá, és a lehető leggyorsabban egyem meg. Hát mondom, ennél jobb színész, mint én erre a feladatra nincsen. Úgy ültem, szerintem, mint Clint Eastwood. Hallottam, jöm le a pincér a lépcsőn, három koppanás, most azért van csend, mert az hőnyegen gázol át, az négy lépcső, koppan a tányér az asztalon, hátra csaptam, elragadtam. Három harapás volt. Jó, ennyi. Király. Laci, figyelj, a következőt. Milyen következőt? Hát, amit most sütnek benne a konyhán. Igen. A következőt légy szíves, ballal vedd el. Ballal, Béla, hát én jobbkezes vagyok. Tudom, Laci, csak nincs másik kisfiú. Hú, szegény, nem számított rá, hogy a dagadt bácsi. Oda se fordulva, könnyékkel orba veri. Ott vérzett a szék mellett, fogta a borrát, mert ő fegyelmezett, nem nyafogott. Jaj, mondom, ne haragudjál, bocsánat, szünetet kérünk, elmegyünk a boltba, kisbarátommal veszek neki jégkrémet, rágót, cukrot, borotva, pelgét, amit akarsz, mindent kapsz. Kibékültünk, mondtam, nyugi, figyelni fogok. Jött a következő. Most jön a lépcsőn, szőnyeg, koppanás, hátra néztem biztonsági okokból, a kis csávó így ült a széken. Ballal elvettem, 2-3, begyűrtem. Jó, Laci, a következőt, az első hármat olyan könnyedén megettem, mintha tejszínhab volna. A második három az egy kicsit fuldoklós volt. A következő háromnál csaltam. Toltam be ide. A gallér mögé, de megettem 9 hamburgert, egy ültőhelyembe, 9-et, nem ilyen eldobhatós, mint amekibe van, ilyen felnőttet. Begyűrtem 9-et, mondom, hogy kis szünet. Kigurultam a konyhára, mondom a séfnek, hány zsemléd van még? 2, több lesz, meghalsz, te is. 11 hamburgert ettem meg. 11-et. És akkor mondta a rendező, hogy jó, ennyi, ebédszünet. Tudod, mi volt az ebéd? Túrós palacsinta. Muszáj volt legalább 2-t enni, mert híre meg, hogy nem szeretem, soha többé nem kapok. És a bemutató előtt felhív Pacolai Béla rendező, azt mondja, te Laci, én nézem ezt a hamburgeres részt, ez annyira nem életszerű, én kivágtam a francba. Amit majdnem az életen árán. Mindegy. Volt a filmben ágyjelenet, hú, Gubik Ágival. Nagyon jó nő. És hát ágyjelenetre fel kell készülni, mert hogy mondjam, visszafele is hat. Tehát, hogy ott vagy az ágyban, az utána leszel szerelmes. Nem úgy, hogy szerelmes, vagy behúzolod az ágyba. Ágyba vagy és visszafel is. Nagyon izgultam, meg ugye bejött, és alig volt rajta ruha. Azt mondja a rendező, Ági, légy szíves, feküdj oda. Hogy azért pályaválasztás előtt azért, ezt anyám mondhatta volna, hogy van ilyen szakma. Hogy egy mondattal a legjobb nőket be lehet küldeni az ágyba. Mert mi férfiak azért, hogy egy nőt a vackunkra tudjunk hurcolni, áldozatokat tudunk hozni, indokolatlan alkoholmentes italokat fogyasztunk nyílt színen társaságba, a salátát megeszik némelyik férfi. Mire végre ott van a nő? Ő meg csak, Ági, feküdj oda, légy szíves. Azt mondja, Laci, légy szíves, ott már ott feküdtem mellette. Ott fekszünk, mondom, uramisten, milyen nő. Hát mondom,
Ha áram van belevezetve, én akkor is átnyúlok a paplan alatt. Átnyúltam. Olyan volt, mint otthon. Így lapozott egyet a könyvbe, azt mondja, ne bohockodj már. És másik 12 férfi ott állt az ágy végébe, ilyen fekete ruhás. Hú, de megalázó volt. Aztán volt egy másfajta erotikus élmény is, homogénebb. Ha érted. Jelezték, hogy majd lesz egy baleset, amely során a hátsóm telemegy üvegszilánkkal, de nem szokták feláldozni azt a drága farmernadrágot ilyenkor. Mi lenne, ha készítenének nekem egy műsegget? Készítsetek! Itt a cím, ide menjél. Én? Hát neked lesz. Soroksára kellett menni, ott van a műseggyár. Nem viccelek! Jó, viccelek, akkor nem hazudok. A számat nézed, nem hazudok. Hát pedig igaz. A Soroksári úton a pocakos lakatosnál kell befordulni. Ott van egy gyár, ott kamionok, villástargoncák pakolnak, jönnek, mennek, és van egy üzem, ott a srácok filmekhez bármit elkészítenek, amit el tudsz képzelni. Tehát a Csillagok háborújában lények, a Taxidermia című filmből ott volt a világ legkövérebb embere, akit kikezd a saját macskája, tyukok, állatok, egy igazi tehén. Hát mondom, az igen. És ott dicsekedtek vele, hogy 6 millió forintba került, másfél évig készítettük. Te mondom, 6 millió forintért a Böszörményi legerőről a fél csordát elhozhattad volna. És még tejet is ad nektek reggelire. Azt mondja, igen, de ide is szarna. Jó, te tudod. Tehát megmutatták, mire képesek, majd megkértek, hogy fáradjak be abba a műhelybe, rögtön jönnek a srácok. Megjött 4 fekete ruhás férfi, kezükben színes felmosó vedér, abba ilyen gumilötty, és az egyik hátra nyúlva kulcsra zárja az ajtót. A másik a zsebéből kihúz egy fekete laktangát, nyújtja nekem, hogy ezt fel kéne venni. Mondom, vegyed, vegyed, addig elfordulok. Nekem! Megfordultak, szóljak, ha kész vagyok. Hát először ugye levetkőztem zoknira. Hát egy műhelyben nem mezítlábaskodunk. Zokniba nézem a tangát. Láttam már tangát, tehát nem az volt itt a gond. Vettem is már le. Mit szégyenlősködsz, te is? Még foggal is, na? De fel? Ha? Hát nem olyan egyszerű. Ugye, mit tud egy férfi a tangáról, hogy olyan, mint a láncfűrész? Egy rossz mozdulat és két ujjad megy a picsába, de... Egy tanga... Gyakorlatilag 2 madzag, egy így, rá merőlegesen a másik, és elől valahogy találkoznak. Sokféle megoldás van. Annyit tudtam, egy megy a vágányba. De mondjuk a boxer alsóhoz képest, amiben még hátul segítségképpen van egy ilyen fehér kis cédula is, hogy tudja... Ezen semmi nincsen, hogy melyik madzag, hova. Felvettem, vagy 10-szer, öcsém. Rosszul, persze, hogy rosszul. És akkor, amikor láttam, hogy ennél jobb nem lesz, akkor jött a probléma, hogy elől is gond van vele. Mert elől van egy kis elakadási jelző 3-szer, abba be kell költözni. A lommal, igen, a lommal. De én abba, ha balról becáigoltam a családi ékszer, akkor jobbról kín volt több, mint fele. És tudtam, ha szólok, hogy meg lehet fordulni, ezek megfognak. Aszta! És akkor ott küzdöttem, hogy hát ha. Végül úgy döntöttem, hogy hát a pisztolynak csak a csöve a legértékesebb. De hülye vagyok, el is mondom. Simán pisztolhatni. Szóval a pisztolynak szerintem a csöve a legértékesebb, úgyhogy azt rejtettem el. Betyárosan néztem ki. Zokniba. Mint egy fekete csőrű pulykakakas. Látszott, hogy nem lesz jobb, úgyhogy szóltam, meg lehet fordulni.
De hogy megfordultak? Te vagy ötször? Gurultak az olajos padlón. Én meg zokniba ebbe a... Mikor tudtak beszélni, a főnök utasított, hogy tessék oda menni a satuhoz. Ha! Normális vagyok én. Szerinted oda megyek a satóhoz, hogy ami kilóg, befogja? Hogy erre fussak, mi? Nem azért, hanem oda a satú mellé tettünk a padra egy nagy darab szivacsot, hogy kis terpezben arra tessék könyökölni, mert sokáig fog tartani, ami most jön. Hát persze, négyen vannak. Felvettem a kívánt testhelyzetet. Most tessék valami nagyon nem erotikus dologra gondolni. Mondja nekem, de én csak az anyjára tudtam gondolni. Oda telepedtek a bokámhoz, leültek. Alulról megszemlélték a szörnyeteget. Belemártotta a spaklit ebbe a gumis cuccba. És biztos láttál már kőművest, amikor plafont vakol. A golfozók úgy mondják, hole in one. Borzasztó volt. Én voltam a munkafelület. Innentől idáig építettek rám egy gumibugyit. Jobban éreztem már, mikor rajtam volt magamat. Arra húztak egy 5 centis gipszréteget, az hamar megköt, és melegszik. De így derékszögben, így volt megkötve rajta. Ekkor ezt hallom a hátam mögül. Most ne tessék megijedni. Egyből kiméleltem a gumibugyit belülről. Most ne tessék megijedni, rogy! És vrumf! Bekapcsol egy flexet. Ekkor állattam a satura, ne félj. Nem lett semmi baj, a stukkót végigvágták rajtam itt, illetve itt, és felteszi nekem a kérdést, hogy na, hogyan tovább? Akkor esett le, hogy ezek ilyet még nem csinálják. Mi az, hogy hogyan tovább? Hát, hogy ki vegye le? Ugyanis, ha mi vennénk le, ugye mi négyen vagyunk, négyen megfognánk a négy sarkát, aztán a raktapasz is úgy fáj legkevésbé. Ha nagyon gyorsan, egy erős rántással, normális vagy egy erős rántással a mandulámat kihúzzátok alul. Mi a másik? Hát a másik, hogy tessék magának leszedni. Menjetek ki. Lefti. Elhagyták az objektumot, felmásztam a satú mellé, hogy közelebb legyek a lámpához, és szálanként tépve ki minden szőrszálamat a térdem és a köldököm között, elől, hátul, már pedig a csimbókosabbja ugye ott van, lebontottam a stukkót egy olyan 1 óra 20 perc alatt magamról, sírva, mert hát nem szoktam még meg az epilálást, lejött, nézem, mondom, a tanga nincs meg. De örülsz neki. Se a stukkóba, se rajta. Kicsit közelebb húzottam a fényhez, hogy jobban lássam. Nincs. Kinézek az ablakon, azért elszaladt az idő. A villamos targoncák már le voltak állítva. A kamionok lepakolva, és az összes melós fennállt a kamion platóján. Nézték az ablakon át, hogy a dagat mit csinál magával a satunál. Így csinálják a filmet. De egyébként a szórakoztatásnak van egy hátulütője, ha nincs közönség. Akkor ugye nem vagy benne biztos, hogy amit csinálsz jó-e. Mert itt ugye röhögtök, akkor azt gondolom, hogy... Jó. De például a rádióban, amikor ott ül valaki, nem lehet tudni, hogy tetszik-e, amit csinál, vagy nem.
van egy ilyen műsor, ami nekem nagyon tetszik. Mostanában nem is műsor, két csatorna. Teljesen oda vagyok érte, nálunk lehet fogni, és nekem ez új. A Nóta, illetve a Muzsika TV. Ú, de jó. De ezt most komolyan mondom, őszintén tudok... Örülni neki, mert vagy olyan zene megy rajta, amit kedvelek, és ezért szeretem, vagy olyan, ami vicces. A múltkor azt énekelt az egyik művész. Rózsa, 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 rózsa. Két sor rózsát énekelt az elejére. A tüskéje a szívemet szúrja. Hogy raktad oda, te gyökér? Hát, ez nekem tetszik. A másik műsor, nem tudom, hogy hol veszik fel, de talán valakinek a nappaliában lehet, a sarokban, ül egy sor nagymama, egy sor csatakanca, meg egy sor férfi, pörgeti a sluszkulcsot, hogy menjünk már, és bejön a művész, hangszer nincs, bejön a művész, ilyen békafingató cipőbe. A szája meg nem mozdul, már énekel. Aztán fölzárkózik, és 3-4 szólamban is tolja. A múltkor Takács Tamás úgy énekelt, hogy pocsolyába léptem, hogy közben szájharmonikázott. Tetszik, én élvezem is. Ők is tudjuk, jó, playback, hát tudjuk, mindenki tudja, de próbálnak többet nyújtani, mint ami az elvárás. Hogy mondjuk így, amit énekel a művész, vagy hát tátog, azt ő el is mutatja nekünk. Amikor elmentél... Sírtam egész téjel, jöjj vissza hozzám, a szívem úgy fáj. Hát ez milyen jó. Szeretem. Annyira szeretem, hogy most nem ússzátok meg nélküle. Következik egy csodálatos produkció a zenés kívánságszatyor Pistivel. Lá-lá-lá-lám, érkezik a művész élőben, maga a legenda, a csoda. Hölgyeim és uraim, ha felkészültek rá... Üdv mindenkinek! Hadházi László vagyok, közepesen ismert humorista, és többszörös családapa. Van 3 gyerekem, azt szokták mondani, hogy kisgyerek nagy gond, nagy gyerek nagy gond, de ez hülyeség, a gyerek gond. Mármikor kicsi is rohadt nagy gond, mert ugye, amikor kicsi, a gyerek még bénán kommunikál, vagyis csak sírni tud, és a gyerek sírása az a férfi idegrendszerére úgy hat, mint a porszívó hangja. És a lába már magától elmenne a kocsmába, mert a gyerek nem tudja elmondani, hogy mi a baja, csak sír, és az rohadt idegesítő. A feleségem kicsit idegesítőbb, mikor azt mondja, hogy azért sír, mert fáj a kis füle. Honnan tudod, hogy a füle fáj, mikor nem tud beszélni? Mert úgy sír. Volt ilyen, bementem a gyerekhez, mert sírt, és ott ült a legós kosárban, olyan 60 centire a Billy mellett, és dolgát már elvégezte, és még ő sír. Mikor majd apának kell a zuhany alatt a sok kis legós cuccot kitakarítani? Hát most meg már felnőttek, vannak barátaik, a lányoknak legalábbis. Az egyiknek vízilabdázó barátja van, a másiknak rögbijátékos, birkózó barátja van, úgyhogy kicsit hátrébb kerültem az otthoni rangsorban. Hazamenvén az előszobába akkora cipőkkel találkozok. És ugye most így már heten vagyunk, ha én kibontok egy üvegbort, ennyi jut. Pedig ahogy a nagyok mondják, ez az alkoholizmus, ha jól csinálod, működik. Hát, ha jut belőle. Borzasztó. És ugye ez a sok gyereksírás, meg ilyen idegileg megviselő dolog bennem azt az elhatározást hozta, hogy ha majd fogatlan vénmajom leszek, jövőre. Egy éjjel, mikor ők alszanak, 1:30-2 óra között kigurulok a kerekes székemmel a szobámból, ha lesz, oda a radiátorhoz, van egy bádogbögrém, riadó! És megkongatom csak egyszer neki. Nem lett világ vége az idén. Nem is ígérték, ez igaz. Van egy réteg, akinek ez a mániája, hogy világvége lesz, mind meg fogtok dögleni. Ez kinek jó? Mondom neki, hogy te is meg fog. De ti jobban!
Általában megzavarja őket a furcsa számok együttállása, mint hogy 2012. 12. hónap 21, mert hogy 1-2-0-1-2. Világvége lesz. És az idénre valahogy elmúlt, de azt megfigyeltem, hogy a világvégét többnyire a tél körülre várják, mert akkor olyan rossz. Mert nyáron mondjuk a balcsira, most ne legyen ma a világvége, antikáiknál fogunk lakni 4 napig, abban baszna a világvége, pont akkor jönne, mikor ott vagyunk, ne legyen. Azt várják mindig, hogy télen legyen világvége, persze sosincs, de az indokaik nagyon szépek. Arra emlékszem, a legutóbbi világvégét arra alapozták, hogy már megmondták a maják. A maják? A maják 1000 éve haltak ki, óvatosan jegyzem meg. Nehogy már nekem szilveszteri programot csináljon egy maja, amikor nem él 1000 éve, 5 éve. De igen, mert most kapaszkodj, a maja naptár az 2012-12-21-ig tart. Hát figyelj, a maja naptár, én láttam egy korong. Ugye a maja nekiugrott naptárat faragni, betelt, akkor világvége van. 1000 évre előre megcsinálta a kis szorgos maja, akkor érted, megkérdezném, hogy ha volt másik, csak elgurult, akkor most mi a fasz? Akkor is világvége van. Hát nincsen, persze, mert elmaradt. Ez a réteg egyébként nem tudom, hogy miből táplálkozik szellemileg. Azt hiszem semmiből, hogy így. Hogy hallanak valamit, és az azonnal megjegyzik, ami hülyeség. Tehát most már biztos, hogy van a fénynél gyorsabb dolog, a fasság. Az fénysebességgel terjed. A sötétség. Az mindent elhisznek ilyen baromságot. Azonnal, ó, így meggyógyult, úgy meggyógyult. Kijárnak a Pilisbe ölelgetni a fát. Mert azt mondta a Dalai Láma, mi van, összejártuk. Nem úgy mond, nem nekünk mondta, a Mancikának az adminisztrációja. És ő könyvelő, és egy könyvelő nem hazudik, tehát igaz. Hogy azt mondta a Dalai Láma, hogy a Pilis a földnek a szívcsakrája. Ezt tanultad földrajzból? Nem, mert beteg voltál. Nincs is ilyen! Onnan tudom, hogy a Dalai Lámát megkérdezik, fönn van a neten, erről, magyarok persze, ki más kérdezné meg. Így néz a Dalai Lámát, micsoda. Maga tetszett mondani, én? Hát én nem vagyok hülye. Akkor megsértődik, majd megvigasztalja a Dalai Láma, hogy értem én, hogy mindenki úgy gondolja, hogy az ő népe különleges, de alapvetően minden ember különleges. Erre nem kell fasságokat kitalálni, ezt tudjuk. Jó van akkor. De ők kiállnak a Pilisbe ölelgetni a fát, mert a fa gyógyít. Mert áramlik a energia a fából befele a szervezetembe. De igen, ne viháncoljál, mert a fa energiahordozó, hasadó anyag, konkrétan tudom, össze kell hasogatni, meggyújtod, meleg lesz. De így nem, de! Áramlik be a energia, mindenre jó. Körömgombára, hajhullásra, kandidára. Oda járnak lekandidálni, hallod a Pilisbe? És ebbe ők hisznek. Nagyon kemény, és voltunk a télen kirándulni a Pilisben. Kirándulni, hogy? Na megmutatom, látom, nem emlékszel a szóra. Nem lőnek rád, nem kell venni semmit, csak így mész a tájon, és nézed a látvány látványát, hogy de szép. És sétálunk a Pilisben, a hóban, egyszer csak jön szembe egy férfi, nem egy ilyen hűvösvölgyi Robin Hood design, hanem egy ilyen C-undá plusz. Érted, kótaposó, színes kabát, vállán kapa, oldalán kutya. Mondom a srácoknak, hogy nagyot köszönjetek a bácsinak, mert itt a Pilisben ugye lehet nincs egyedül. Jó napot, jó napot, jó napot, jó napot, jó napot, jó napot. Utánunk fordul. Jó napot kívánok. Csodálatos hely, ugye? Gyerekek mögén. Tudjuk, nem tudják! Majd így folytatta. Nem vagyok bolond. Hát mondom, azt látom, bazd meg, lejöttél havat kapálni. De normális vagy. Így folytatta. Én amatőr régész vagyok. Ezt régen úgy hívták, sírrabló. Pont te hiányoztál, egy amatőr régész. És így folytatja, Budát keresem. Erre kisfiam előlép a sorból. Ne tessék keresni, ott megáll a 64-es busz, bevisz a hűvösvölgyig.
Majd a villamos ablakból látszik. Úgy felszaladt a homlokára a szemöldök, azt mondja, nem azt. Ikkor meg nekem szaladt fel, hogy hanem. Hát hány van? Azt mondja, én az igazit keresem. Mert az egy make. Az igazi Buda elveszett. Jaj, mondom, összekevered a dolgokat. Hát ugye elfoglalta a török, a labanc, a ruszkik, és ezt régiesen úgy mondják, hogy elveszett. Nincs meg! Jaj, mondom, legurult a hegyről, elmosta a Duna. Székesfehérvár sincs meg. Akkor gondoltam, hogy én telefonálok a pályaudvarra, hogy feleslegesen ne álljon már meg a vonat, mert nincsen meg Székesfehérvár. Azt mondja erre a fickó. És én azt is tudom, hol van. Szerintem ilyenkor jogos a kérdés, hogy és mi a faszért nem ott keresed akkor, hogyha... Hogy te ezt tudod? Nem lehet őket zavarba hozni, így felelt, mert odaépült az Osan. Ez milyen logika, nem? Hogy keresek másikat, hát nem? Sikerélmény legyen. És igazából mi kirándulni mentünk, nem gondoltam, hogy kincset találok, hogy ilyen hosszú műsor lesz belőle, de ott álltunk a hóban, és mondtam a gyerekeknek, nyugi, hallgassuk még a bácsit, mert itt még jön az igazság. Olyanokat tudtam meg. Azt mondja, mi nem vagyunk magyarok, hát te. Itt senki sem magyar, jaj. Itt mindenki hun. Hun így gondolják, hun úgy gondolják, ugye? De ő felvilágosított, hogy na, akkor meg miért volt odaírva Puskás öcsinek a mezzére, hogy hun. Gali, ne hunok vagyunk. Azért ez markáns, de azt is elmondta, hogy kik hunok még. Hát gyakorlatilag akinek a lobogójában, a nemzeti lobogójában nálunk így hívják, de amúgy zászló, benne van a piros, vagy a fehér, és vagy a zöld, azok hunok. Kemény, nem? Mert ugye itt vannak mindjárt az olaszok, ott vannak a kínaiak, akiket ott tudtam meg, mi hunok tanítottunk meg karatézni. Hogy ez a gyökér hogy emlékszik rá, hogy ez így van? És ki hun még? Most fog meg a széket. A földeknek a fia. Nem viccelek. Jézus hun, mert az anyukája Marika néni. Félig pártus, ami majdnem olasz, tehát hun. Azért így a hóba térdig lefagyva én... Ó, csak szívtam magamba a tudást. Taníts, mester, mondjad még. Megtudtam tőle azt is. Ne rölgj, majd nem tudod, hogy ki vagy. Megtudtam tőle azt is, hogy hol van a hun őshaza. Ezek úgy járnak az erdőbe, öcsém, hogy a térkép itt van a zsebébe, előveszi, a Blik magazinból volt kivágva. Azt mondja, itt nézem Tahiti mellett. Ó, Árpád. Tahiti mellett. És nézem közelebbről, nincs is ott semmi. Csak a víz. Jelzem neki, hogy nincs ott semmi. Azt mondja, persze, hogy nincs, hát elpusztult. Azért jöttünk el onnan, mert a rokonok, az ufók, komolyan mondta ő, mert hogy az ufókat se érti senki a világon, meg a magyarokat se érti senki a világon. Az ufók eljöttek oda az őshunoknak szólni, hogy menjetek innen a szigetről, mert a hold neki fog ütközni a földnek, és elpusztul az őshaza. És akkor eleink lóra kaptak ott a szigeten. Tahitiből belovagolt a Közép-Ázsiába. Hát vízilovon, mit tudom én. Győzikék a csíkoson. És elindultak erre, jöttek egy darabig, aztán volt egy tábla, hogy aki jobban szeretne már sielni, az menjen észak felé, azok lettek a finnek. Mi pedig jöttünk tovább, elfoglaltuk az ős, vagyis hát a mostani hazánkat, a Kárpát-medencét, és azt mondta kapaszkodj, hogy erre van bizonyíték. Hát egyrészt az, hogy itt vagyunk, másrészt az, hogy Afrikától balra, ezt a GPS-nek ne próbáld meg beállni, azt mondja, hogy a következő lehetőség, hogy szálljon ki, menjen gyalog. Afrikától balra a tenger mélyén a mai napig látható egy 3800 km átmérőjű hold alakú mélyedés. Ott csapódott be a hold, onnan pattant oda, ahol most van.
De még egy nagyon fontos dolgot figyelmen kívül hagytál, hogy hold alakú. Nem teli holdkor történt a katasztrófa, hanem egy ilyen gödör van ott. Hát nem érdemes elmenni kirándulni. És felvilágosított, hogy szerinte több ilyen katasztrófa már nem fog előfordulni. Hát mondom, szerintem se igen. Ugyanis az egyiptomi rokonaink, mert az egyiptomiak rokonaink, hiszen a Faragó nevű király úgy van eltemetve, mint Attila a hun vezér, kicsivel halála után a földbe. Egyiptomi rokonaink építettek piramist. Nekik ez a másik mániájuk, ezeknek a pilisbe járóknak, hogy a piramist az nem tudja akárki felépíteni, mert hogy. Mert annyi kő van benne, hogyha azt egymásra teszik, felrobban. Hát járni kellett volna fizika órára egyébként, ez a titok, de ők úgy gondolják, hogy azt csak a ufók tudták segítségével felépíteni a egyiptomi rokonok, akik a Faragó nevű királlyal, úgyhogy ahogy ami. És azok azért építették a piramist, hogy a hold még egyszer ne ütközön neki a földnek, mert a piramis az szúr. Az én vagyok a hülye. Jön a hold, azt a kurva, hopp, megy vissza a helyére. Ilyen egyszerű a világ, látod? Ilyeneket tudtam meg a pilisben. Fantasztikus, de ez a világ vége, ez mindig itt motoszkál az emberek fejében, és hát az újságírók, de vannak, akik értenek hozzá, meg vannak, akik csinálják. Az volt az újságírás szabálya, amikor én tanultam, hogy a hír szent, a vélemény szabad. Mára dőlt, borult minden. Már ilyenek vannak, bébé Évi szerint. A maláj gépet hány napig kell még keresni? Ez nem hír, ez semmi. A vélemény igazából olyan, mint a fing, a legjobb bent tartani, mert senki nem kíváncsi rá, de többnyire erre alapoznak. Hát az milyen hír volt, hogy a veszprémi állatkertből elszökött a lajhár. A lajhár, aki ha siet, kapkod, dolga van, űzik 2 méter/óra a sebessége. Megszökött a veszprémi állatkertből, és 25 méterre fogták el. Ez volt a hír, és ha ilyen baromság megjelenik az újságban, azt vettem észre, hogy egy héten belül 3 hasonló hülyeség történik, vagy valaki leírja. Ezután, hogy volt a lajháros sztori, a nagy szökés. A lajhát azért mit összeüldözhettek 12 óráig? Hogy itt valaki ott takarított, akkor szökött ki. Hát valami nagyon belassult csávó. Résnyire nyitva hagyta az ajtót. Az állat észlelte a lehetőséget. Nem volt itt az előbb valami barna. Azon a héten 3 ilyen hír jött még. Az egyik az volt, hogy egy gazdag magyar vállalkozó gonosz módon a Bakonyban szabadon engedte a mosómedvéit. És írták a zöldek, meg tüntettek, hogy ebből nagyon nagy baj lesz, komoly, komoly többmilliós kár. Hát mondom, mi összemossa a pirosat a zöldet? Utána valakitől megszökött a kengurúja, ami megint hajmeresztő, minek tart az ember kengurút? Meg miért szökik meg egy kenguru, hogy ennyire okos, hogy hallja, hogy fenik a kést, hallotta, hogy járt a malata, csémén megyek. De fehér kengurut még nem is láttam, és ha én mondjuk fehér kenguru volnék, én nagy valószínűséggel nem nyáron szöknék meg, hanem télen a hóba. De ez megszökött, és a harmadik csodálatos hír az volt ezen a héten, a lajhár után, hogy Stuttgartban, na ennek járjál utána, Stuttgartban a vatkan meg a róka. Ezek ott találkoznak most komolyan? A Dökkúton? Nem. Hát vagy a Tesco-ban. Ha, jó, sok születettél rókakóban. Mire készülsz? Rókázás a gyökére. A vatkan meg a róka elment az állatkertbe kiszabadítani a pónit. Na, ez hír. Ez hülyeség. És ehhez képest az, hogy mit kell tenni világvége esetén. Világvége. A szót azért, ha boncolgatjuk, a világvége. Kakuk. Itt semmi nem marad, nem hogy lesz parkoló a Tesco előtt, semmi nem lesz. Világvége. Mit kell tenni világvége esetén? Hát vigyázz, bánni, nem, hogy az egyenes hulla szállítása könnyebb. Ez is hülyeség, semmi nem marad. Nem jönnek érted, megy minden a levesbe. De ő leírta, hogy világvége esetén le kell menni a pincébe. Ez nálunk fordítva szokott történni. Apa lemegy a pincébe,
És aznap világvége van. De az rád nem vonatkozik, és visszafelé sem működik, nem is azért kell lemenni, ezt írta, én meg pénzért megvettem. Megérdemlem, igazad van. Világvége esetén le kell menni a pincébe, de a pincét fel kell készíteni a túlélésre. Tehát lehet, hogy a világ elpusztul, de az én pincém megmarad, úgyhogy vigyek le konzervet. Vettem ilyen babkonzervet, össze van zsugorfóliázva 12, az 5 tányéra van. Le kell vinni a pincébe vizet. Na most ez egy nagyon nagy baromság nálunk, minden tavasszal magától feljön, úgyhogy nem viszek le vizet. De azért kell a víz, mert hogy ilyen porokat kell levinni, levesport, amihez hozzáöntöd a vizet, és olyan finomat kapsz, mint a konzerv. Hát így nehezen látom, hogy én vizet viszek le a pincébe. Elpusztul a világ, én meg majd mosdani akarok. Nem meginni, ne, hát azt... Nagyapám azt mondta, víz örüljön, meg mosdok benne, kisfiam. Meginni a vizet, meg meglátja a szomszéd, hogy próbából leviszek 2 deci. Rám néz, te gyökér, vizezed a bor. Mert a bor ott van, majd én azt öntök a levesporhoz, jobb lesz, mint ahogy gondolnák. És elképzeltem a világ végét, hogy mondjuk lehetne ilyen részleges világvége is persze, hogy csak a szocik, de azt ők megcsinálják maguknak. Vagy mondjuk képzelj el egy olyat, hogy csak a nők. Nem kívánom, csak hogy elképzeltem, hogy csak a nők. De durván, tehát hogy így... És mész a múzeumban, a Szinnyei, Merse Pál, a lila ruha. Ha a nőknek menni kell, ha a nőknek világvége lenne, én azt kívánom, hogy az éjjel történjen, amikor én alszok. Én azt idegileg nem bírnám, hogy menjél már, fiam, nem tudom, hol a táskád, menj, nézd a többiek már, hol járnak. Én ezt nem tudnám feldolgozni. Éjjel legyen, amikor alszok. Reggel felébredek. Mi ez a nagy csend? Eltűntek a nők. Na most, ha elképzeled, hogy eltűnnek a nők, akkor be kell látni, hogy itt egy hét múlva nagyon megváltozna a világ. Egy hét múlva mi férfiak mosdatlanul, tehát büdösen, borotválatlanul, vagyis szőrösen, ittasan, tehát hülyén, rég visszaköltöznénk a barlangba. Hát ha a csajok cipősdobozba hajlandók lettek volna dugni házat, soha nem építünk. Vissza a barlangba, és ott katonatörténeteket mesélnénk egymásnak. Össze, mint a világ. Egy hét múlva, egy hónap múlva piszkosul hiányoznának a nők. Nagyon borzasztóan hiányoznának a nők. Gyűlik a mosatlan, gyűlik a mosatlan. Megkezdődnek az állatkísérletek. Én egyből a mosómedvére mennék. Viszont egy év múlva szerintem az emberiség a csajok nélkül kipusztulna. Igazából mi férfiak kiírtanánk egymást a nagy csatában az egyetlen megmaradt tisztagatyáért. Semmi nem maradna. Na de csak egy ilyen nagy világ végében gondolkodva, hogy ti mentek a levesbe, én meg a pincébe megúszom, hasítom a semmit a kis pincémmel, mint a filmekben én észrevettem, hogy a világűrben borzasztó nagy zaj van. Az Armageddonba jött a kisbolygó, az így zugott, mert gondolom dízel volt. Bruti Kartás egyszer elcsalt moziba, nem azért, mert járni akart velem, hanem hallotta a rádióban, hogy milyen csodálatos film lesz, még rádió reklámja is van. Hát ezt nem úgy kell érteni, hogy ez egy csodálatos film, de elmentünk, megnéztük a Csatahajó című alkotást. Hú, arról szól, hogy itt a Földön ez a 7 milliárd ember magányos. Hát rádiójelet lő ki a világűrbe, hogy itt vagyunk, itt vagyunk, itt vagyunk. A filmben a rádiójel így zúgott a világűrbe. Az UFO meg otthon basztotta a UPC-t, és mondta, itt vannak! És 3 ilyen retkes, rozsdás, öntött vas szart elindítottak ide, hogy meghódítsák a Földet, az egyik telibe vert egy ilyen kommunikációs műholdat, ráesett Hongkongra, jó, hogy nem Érdre, a másik,
a másik meg beleesett a tengerbe. Éppen ott gyakorlatozott az amerikai, illetve a japán hadiflotta. Na, elkezdték lőni az UFO-t olyan 1 óra 40 percig a moziban. Azt nagyjából végigaludtam, mert nem volt túl izgalmas, csak hangos. És akkor felkelt a nap, szembesütötte az UFO-t, puf, meglőtték, megdöglött. De volt benne olyan, hogy a kapitány lement a hajón, a pincébe, amit nem biztos, hogy így hívnak a hajón, fölkapcsolta a villanyt, ami a valóságban ennyi. A filmen, ha villanyt kapcsol valaki, az drámai lassan történik. Tehát nem így, hogy egyszerre fölkapcsolódik, mint hanem így... Filmen az áram olyan 1,5 méter per szekundummal halad. Ezért nem szabad gyereket vinni 16 éven aluli filmre, mert minden drámai pillanat a filmen 5-ször durvább, mint az életben. Tehát ha itt a Family Frostba belerohan egy zöldségesnek a barkasza, pukkan egy nagyot, hátra nézel, hülyék, és tovább néz. A filmen ez 15 percig tart, a foga repül, a vér, az jobban megviseli a gyereket, tényleg vigyázni kell. És kapcsolgatja az áramot föl, és pukkan a lámpa a filmen, majd nézd meg, hogy dübben. Csattan a foton a falon. Igen. Ilyen alapon az én kis pincém is hasíthatja a semmit, nem? Én ott ülök benne, eszem a babot, iszom a bort. Hát azért vagy 4-5 nap múlva a világnézetem megváltozik, tehát túléltem, na de minek? Mert ugye elfogy a bab, internet nincs, az ajtót rám nem nyitja senki, újság nincs, és hát ahol bevétel van, ott igen, kiadás is van. Jó, nálatok van lembudi a pincébe? Úgy rögzik, mint hogyha... Gondold már el, hogy 5 napig babot eszel. Ne érd bele magad, csak gondold el, hogy ez milyen dráma. És ez az űrhajózási hivatal, hogy mondjam, ez űrhajózási szempontból is egy komoly kérdés. Ugye Farkas Bertalan az összes magyar űrhajós, amikor őt... Berci. Amikor őt egy Kubaszov nevű orosz asztronautával fellőtték, én itt lent láttam, hogy de csodálatos dolog, űrhajó, és kurva kicsi. És két férfi 4 napig kering az űrben, egy ilyen kis kapszulában, és eszik ezeket az űrhajós kajákat, ezeket a tubusos dolgokat, majonéz, piros arany, mustár. Csak megcsavarja a parasztot, nem? És akkor mit mondasz, hogy fordulj már el, Kubaszov? Nagyon kellemetlen is. Mert ugye az van, hogy a vonaton lehúzod az ablakot, kilököd a cerkád. De az űrhajóban ilyen nincs, hogy lerántod az ablakot, kihajítod. Mert ugye -273 fok van odakint, abban a pillanatban megfagy. Jó tartást ad neki, igen. De letöri a menetszél. Nézed a visszapillantó, hogy ó, tolassunk már vissza az üstökösig. Ráadásul én azt is észrevettem, hogy az összes magyar űrhajósnak a szkafanderén nincsen slitz. Ez komoly probléma. A szuperhősök is ezzel a gonddal küzdenek, figyelem őket egy ideje, hogy egyrészt van ez a kis cukor, kis testhez álló gatyesz, némelyiknek hát a bugykos kívül van, és nincsen rajta slitz. Most képzeld, hogy Pók úr megy a falon, 80. emeletnél egyszer csak... Ó, Kori nyéresőr, hogy rohadt volna meg. És ott mit csinálsz? Kívül vagy ráadásul, és ott lóg az ablakpárkányon. Majd jön egy kósza gondolat, hagyjál meg. Te meg nézed, hogy a néni locsolja fent a virágot. Na oké, de fent az űrben ezt teljesen feleslegesen csinálod, ott nem hat rád a föld gravitációja, a cucc, a szkafanderen belül feljön ide az uborkás üvegbe, bele se tudsz nyúlni, hogy legalább a szemedben menjen be. Fújkál! Ezért nem akartam én űrhajós lenni, mert éreztem, hogy ez gáz, de aztán Farkas Bertalan az összes magyar űrhajós elmondta, hogy van fent WC. Nem úgy, hogy meg kellene a göncös szekérnél hátra menni, ott van. Hanem az űrhajóban képzeld el, hogy van WC, ráadásul olyan, mint a vonaton, nem olyan koszos. Úgy működik, hogy
Ráülsz, karim alá bezavarod a barna macit, a húzat kirántja alólad, suf, kilöbi mögéd az űrbe, és azért nem bámészkodnak az űrhajósok az ablakon. Mert bár ahogy kimegy, egyből jeges macivá válik, de megy az űrhajó mögött. Egy ilyen csóva, hát ki meddig van tele. Az nagyon furcsa érzés lehet, hogy voltál ma... Te hagytad úgy a buli deszkát? Nem. Te voltál. Látom, egyet több maci van mögöttünk. És aki macimán úgy nagyobb macinak érzi magát, az leválik a többiektől, új életet kezd, visszatér a föld légterébe. Te meg ott állsz a csajoddal. Kívántál valamit? Nem mondd el! Nem mondd el, nem teljesül. Szarügy! És amikor az űrhajó visszatér, a maci csorda kimarad föld körüli pályán 16 000 km/h sebességgel. Szerinted az UFO-k ide fognak jönni? Belenéz a kukkerbe az UFO, ó, pöcegödő, húzzunk innen, pipi! Eleve, ha a NASA fel akar lőni egy űrhajót, berendelik az összes tudós számolni, hogy hú, Gagarinnak mikor volt ez a ronda hasmenése, hogy fólián. Fellövik az űrhajót, telibe veri egy ilyen cucc, vége van. Mondjuk márciusban fellőnek majd egy seprűskocsit, aztán csinál egy ösvényt legalább, hogy hol ez a világvége, ez egy komoly kérdés, illetve adja magát, hogy mégis kivállalna egy ilyen túlélést. Hogy én akkor itt maradok. Hajdúszoboszlón mindenki jelentkezett. Senki? Senki nem vállalja, hogy túlélni. Nem áll. Tovább vinne a lángot. Senki, legalább egy férfi. Nem. Hát... tényleg senki? Gyávák vagytok? Na, kettő férfi. Ó, gyerekek. Mit szólsz hozzá? Egy hős, igaz? Te beállnál a sorba mellé. Mellé, nem mögé, mellé. A hölgyek közül esetleg valaki, na itt két jókötésű fiú, tehát hónapokig lenne mit enni. Megkérdezem, hogy mivel foglalkozott civilben? Villanyszerelő, a legnagyobb királyság! Tapsoljuk meg, mert villanyszerelő, ha ő maradna itt... több ezer évet megúsznánk, mert gondold el, hogyha itt marad mondjuk egy ilyen celeb, aki egy alternatív kapcsolót nem tud bekötni, étkezés, újra kéne kezdeni mindent. De egy villanyszerelő berúgja Paksot, ha ne ülj. Te mivel foglalkodol? Programozó. Ő megmondaná, hogy mikor kell berúgni. Paksot, még egy csaj kéne nektek, hát ne nekem kelljen kijelölni, inkább keressetek. De hogy ez nagyon fontos, hogy ki marad életben, ki viszi tovább a lángot, mert tényleg, hogyha marad két ilyen gyökér, mint én, vagy nem tudom, valaki más, aki semmihez se ért, gondol, de mindent előről kell kezdeni. Lehet újra ősembernek kell lenni. Amikor eljön a tavasz, a talaj elengedi a megfagyott szagokat, azt a férfi megérzi, és menne neki a kertbe azonnal, hogy természet kapaszkodjál. Az is, akinek csak egy erkélyládája van. Meg vagy locsolva. Nem te, hanem a kert. És a férfi úgy érzi, hogy neki, ha itt a tavasz, le kell alázni a természetet. Ami a talajból kiáll, levágja, ledarabolja, összezúzza, a kert végébe hordja, meggyújtja és füsti ellel üzeni a többi hímnek, párzásra készen állok. És nagyapának ehhez csak kétszer száma volt, nem a párzáshoz, hanem a daraboláshoz. Volt egy metszólója, meg egy kapája. Nekünk 21. századi férfiaknak mindenünk van ahhoz, hogy a természetet legyalázzuk. Van fűnyírónk, zsinóros, ez az áramzsinór. Az nem elég zajos, a hétvégére a szomszéd miatt van robbanó motoros fűnyírónk is.